voltak a fegyőrök is, hát én nem voltam velük semmiféle kapcsolatban, de látták, hogy egy nagyon árva ember vagyok, és hát kéz-lábbirincsel vittek oda be, ugye? És hát rögtön levették róla. Azt mondták, ez biztos szabadulás. Erdélyből indult, mégpedig Előpatakról. Előpatak egy, a monarchián belül, egy, sőt mondhatni, hogy egész Európán belül egy nevezetes fürdőhely volt. Előpatak a helye Sepsiszentgyörgytől délnyugatra 10 kilométerre fekszik, és fölkapott fürdőhely volt. Nagy élet volt ott minden alkalommal, nyáron. Születtem 1904-ben, március 9-én. Tehát márciusi vagyok. Több testvérem volt, ennek következében én voltam a legkisebb. Ebből az következett, hogy már kezdettől fogva egymagam voltam, majdnem úgy, mint egy egyke gyermek. És ez az magánosság, természetes dolog, rányomta a bélyegét az egész életemre, mert lényegében egymagam mentem végig az életen. A szüleim látván az, hogy milyen mértékben ugye, vonzódom én ezeket a katonai dolgokhoz. Ők érzékelték azt is, megkísérelték azt, hogy engem bejuttassanak az areálba. Tehát, hogy katonai pályára menjek. De mondom, én szívesen engedelmeskedtem, mert egész korán, és ez volt ennek a katonai nevelésnek a óriási előnye, hogy ezt pótolni nem lehet, hogy milyen tapasztalatokat szerez az ember a későbbi hivatására vonatkozóan. Hogy kell élni, amikor tiszt lesz, és reál embereket bíznak, és vezetni kell azokat háborúba. Én már akkor megtanultam, mi a hatalmaskodás, mi az, hogy hogyan kell, mi bántja az embert, mire érzékeny az ember, és már akkor gyermekfejjel megfogadtam, soha ilyet, soha. És ezt be is tartottam. Ez a pálya csak egyszer nem billent meg, hanem okozott szívfájdalmat, az 1918-ban volt, amikor Kassán voltam főreállban, és spanyol járvány volt, a megszállt területek nem mehettek már haza, akkor már megszállt terület volt az én hazám is, és néhányan maradtunk csak ott, az intézetben, ilyen hárma megszállt területiek, és az intézetnek a vezetősége, a parancsnok, a feleséges néhány tanár, és akkor egyszerre valami rettenetes, életemben sem éreztem soha ilyesmit, olyan fájdalmas érzés, olyan árvaság és olyan vágyódás a szülők után, veszedelmes. És akkor írtam én egy levelet, hogy én szeretnék hazamenni, haza akkor. Hát aztán kaptam egy választ, hogy pont akkor, ugye. Egy élményemre emlékszem, így, olyan érzelmi élményemre. Napközben, hogy a harmadik emeleten voltak a hálótermek, valamiért föl kellett menjek, és az intézettől ki lehetett látni, az intézettől nem messze lévő egy ilyen lejten, ott egy gyakorló tér. És ott gyakorlatoztak azok a katonák, akik már hamarosan a harctére mentek. És azokat elnéztem, és valahogy hát onnan tudtam, hogy mi a harctér. Ugye? Hát
olvasmányok, hogy harcoltak meg, vitézek, stb. Hát mit érzékel egy gyermek ebből? Annak a veszélyességből és a komolyságából. És akkor én megéreztem azt ott, hogy ezek az emberek tulajdonképpen a halál fiai. Sokszor volt nekem az a képem, hogy jön egy háború, és aztán van egy ilyen harcmozzanat, amikor az ellenséget megközelítik, akkor fölfejlődnek így vonalakban, és akkor mennek előre. Úgy elképzeltem, hogy jönnek a srapnelek, egy általány az embert, és kész a háború. Befejeztem. De indulok, akkor indultam az életnek, és készen van. Hát szóval ezekkel a gondolatokkal az ember, ugye, hát megbarátkozik, és ez természetes. És ez a gondolat elég szilárdságot ad az embernek aztán később, ami a második időszakban bekövetkezett, amikor az ember hallja azt, hogy ugye kopognak a bakancsok, a kifűzött bakancsok, és valaki a kivégzés udvarán az utolsó útjára megy. Mert akkor a börtönben minden le van zárva, csöndbe kell maradni, és akkor folynak hajnalban a kivégzések. És akkor ebben elgondolja azt, hogy ha nekem kellene ott végigmenni. Amikor a 19-es proletár diktatúra kitört. Azt én ott éltem át, az elvtársaknak a beszédeit, a sok lövöldözést, meg azt mondta, hogy most rendteremtődik elvtársak, és közben hallottuk mindent, hogy lövöldöznek. És amikor aztán a románok, tudjuk, hogy a harci cselekmények következtében összeomlott a tiszai arcvonal, és hát bevonultak Budapestre is, akkor én ott voltam Budapesten. Láttam az iső hadsereget, amint bevonult. És ezt az időpontot, amikor oda bejöttek, kihasználtuk arra, hogy én hazamehessek. Szereztünk egy útlevelet, hát tudjuk, hogy akkor egész Pestig meg volt szárva az egész ország, az a románoké volt. És akkor kérek szépen adtak útlevelet, és én hazamentem. És akkor találkoztam utoljára az édesapámmal és az édesanyámmal. Más nem volt akkor otthon a testvéreim közül. Viszont két nap múlva az a veszedelem fenyegetett, hogy nem tudunk visszajönni. És ennek következtében tehát gyorsan, amíg még vonatok mentek és jöttek, kérek szépen visszamentem a Pestre, a bátyámhoz. Úgyhogy én attól kezdve már semmiféle összekötetésben a szüleimmel nem voltam. Tekintve, hogy én egy olyan pályára mentem, amire hivatást éreztem. Bennem egy különös szorongás, szinte félelem élt attól, hogy én kudarcot nem vallhatok. Olyan nemzeti szellemmel érkeztünk a Ludovikára, természetes dolog, megértve a Trianont és mindent, nem is beszélve arról, hogy átéltük a Trianont, a családi vonatkozások is jelezték azt, és az országnak a helyzete is, hogy mi a Trianon. Nem lehet összehasonlítani egyetlen egy történelmi csapással sem, még a második világháborúnak a végével sem, a trianoni helyzetet. Az állami, úgynevezett reáliskoláknál és a Ludovikánál a tanári kart mindig nagy gondossággal választották ki. Én nem emlékszem, nem tudok arról, hogy valami botrányost hallottunk volna tanárokról.
vagy láttunk volna, vagy észleltünk volna. Tisztességes, becsületes, jó szándékú, jó akaratú, nagy tudású tanárok voltak mind. Azon kívül még egyet meg kell jegyezzek, az pedig az, hogy mi volt a pedagógiának a alapgondolata. Az, hogy a tanítási óra alatt kell megtanulni az anyagot, tehát ez azt jelentette nem nekünk, hanem a tanároknak, hogy úgy kell előadni azt a dolgot, hogy azt mindenki megértse. A vár területén vagyunk, mögöttünk a Szentgyörgy tér, itt a miniszterelnöki palota, a Várszínház, és utána a vezérkar főnökének a helye. Ez a terület nem csak történelmi fontos terület részemre, hanem az én munkahelyem volt 1935. szeptemberétől kezdve egészen 1939-ig. Itt jártam föl nap-nap után, és itt dolgoztam a Honvédelmi Minisztériumban. A Honvédelmi Minisztérium minden évben kiadta a maga kiképzési tervét, az a kiképzés osztályban készült el. Azon kívül, mivel addig zsoldos hadserege volt a honvédségnek, mielőtt megszűnt volna a trianoni szerződés, amelynek az időpontja 1935-36, attól kezdve megkezdődött a honvédségnek a teljes átszervezése, korszerűen általános védkötelezettségre, mert ilyen tartalékállománya nem volt, és ezt egy nagy rendelkezéssel kellett elintézni. Ez volt az úgynevezett kiképzési reform, amely kiképzési reformnak a tervét és intézkedéseit, természetes dolog ezekkel a parancsnokságokkal egyetértésben, a Honvédelmi Minisztérium kiképzési osztálya készítette el személy szerint ennek a fogalmazványát, vagy a általában a szerkezetét és megírását én végeztem. A kiképzés osztályban akkor az osztályvezető volt, egy vezérkari ezredes, és én voltam beosztva, mint vezérkari százados. Akkor fejlesztettük ki azokat a szükséges intézményeket is, ugyebár amik egy korszerű hadseregben vannak. Akkor született meg a film, akkor született meg a mondjuk a szellemet nevelő szobrászat, meg plakát festészet és mindenféle ilyen dolog. Kijött az új beosztásom, a Nagyváraddal szemben felvonult határvadász dandának lettem a vezérkari főnöke. Aztán tudjuk, hogy a második bécsi döntésén azt az utolsó pillanatban lefújták, már ki voltak adva támadási parancsok, de azt lefújták, és akkor mi ott maradtunk határbiztosításba, a többi rész az bevonult Erdélybe. Na most itt hallottam én azt, ugye már akkor volt 41-ben, amikor megindult a Szovjetunió ellen a támadás, hogy hírek jöttek arról, hogy a magyarok ilyenek, meg olyanok, mert a Don mentén, amikor kiérkeztek a Don mentére, ott augusztusban hídfőkért a Don mentén harcok keletkeztek, mégpedig nagyon súlyos harcok. Ezekkel a magyar csapatokkal, amelyek addig hát természetes dolog, ugyebár kiképzésileg, felszerelésileg nem voltak azon a szinten, hogy összevethetők lettek volna egy olyan haderővel, mint a szovjet haderő, természetes dolog. De azt nem tudtam elképzelni ennek ellenére, hogy itt valami gyáva bandával állhatnánk szemben, amelyik megfut, nem lehet ottan megtartani, mert szétzüllik, és nem tudom micsoda. Az nem lehet. Még a rövid kiképzés ellenére sem. És akkor határoztam el azt, hogy kimegyek a harctérre, és én személyesen meg szeretném nézni ezt. Engem nem indított erre senki és semmi, és én nem azért mentem ki, hogy én ebből jelentéseket tudjak küldeni. Ez teljesen az én
magam elhatározása volt magam részére. Magam részére. Legdélibb hadosztának, a 23. hadosztának a vezérkari főnökévé mehettem ki. Ez novembernek az elején volt, 42-ben. Nagy kitüntetés ért engem, mert a vezérkar főnöke úr ő nagy méltósága, akkor ezt így mondták. Itt van a nevedre szóló külön vezérkar főnöki parancs, te és még 8 másik hallgató, akik sikeresen letették a felvételi vizsgát a Hadiakadémián, a keleti frontra elvonuló második magyar hadsereghez kerültek beosztásba, mindegyiketek egy-egy hadosztályhoz, úgynevezett tapasztalat gyűjtő tisztként. Végigmentem a parancsnokságon, hátul talál az ember a hadseregparancsnokságot. Hát végigmentem ottan, nem mondhatom, olyan homályosak voltak a ilyen barakszerű, nem volt az barak, hanem nagy épület volt, de ilyen fából volt építve, és homályos volt, és olyan homályos volt a hangulat is. Jelentkezni kellett nekem a hadosztály parancsnokságon, ott pedig Kásás vezérkari főnök, megismertem, ez körülbelül december, 42. december 15-e körül lehetett. Most, hogy nézett ki az egész? 200 kilométer, 3 hadtest volt ott, mindenik hadtest 2 hadosztálya, tehát 6 hadosztály volt, és valahogy így nézett ki, és a legdélen volt a 23. hadosztály, és annak volt az volt ugye már az én hadosztályom, és csatlakoztak hozzánk az olaszok. Aztán jött egy német rész, és aztán jött Stalingrád. Most, hogy behatároljuk időben, tudjuk, Stalingrád már november 17-én kezdődött. És mi erről nem tudtunk semmit. És hozzánk ennek a kihatása elérkezett január 12-én, a következő évben. Hát elég hosszú ideig tartott, míg oda följöttek, ugyebár, mert a németeknek a felmorzsolása elég hosszú ideig tartott. Az itthon maradottak, hozzátartozóitok, titeket mosolygó orszával, derült lélekkel, tiszta, megnyugvó szeretettel várjon vissza. Az Isten áldjon meg benneteket! Yeah. Furcsa dolog volt itt a Toni hadseregnél. Egyhogy kiküldték őket úgy, hogy majdnem úgy, hogy ha őszi levelek lehullanak, akkor visszajönnek. Szóval az, hogy egyszer vissza fognak jönni. Úgy érte, hogy felváltják őket. A Kálai Miklós. Én nekem is megígértem. Még a filmen is rajta vagyok, mert szokták adni ezt a kasai filmet, amikor a második magyar hadsereget búcsúztatják. Rajta vagyok ott lóháton, mint páncéltörő szakadt parancsnok a filmen. És így mondta szóró-szóró, hogy gyerekeim, 6 hónap múlva hazahozunk benneteket. Győzedelmesen hazajöztök. Kálai mondta. Ez is egy csacsiság volt, hogy mindenki várta 6 hónapot. És a végén örökre ott maradt mindenki, legalábbis a 70%-a. Én ezt ma sem tudom megérteni, és nem fogom sose megérteni, hogy ilyen lehetséges legyen, mert ha valaki kimegy a harctérre, az kimegy a harctérre. De azzal kimenni, hogy kimész 3 hónapra, és aztán hazajössz, ilyen nem lehet. Azt ő nem tudhatja. Mentek föl a tájékoztató jelentések Budapestre. Csak hogy Budapest 2 okból nem túl sokat tett, átpasszolta ezeket a igényeket, a korábbi megállapodásokra hivatkozva a német legfelső vezetéshez. Mondván, ha azt akarják, hogy itten komoly védelem legyen, az ígéretek megfelelően tessék adni páncéltörő fegyvereket, tessék adni tankokat, tessék adni megfelelő korszerű tüzérséget, rohamlöveket, stb. Sajnos a németek ebből majdhogy nem semmit nem teljesítettek. A második hadseregnek a sorsa nem azon múlott, hogy ott jól harcolnak-e, vagy rosszul harcolnak-e, jól vannak-e fölfegyverezve, vagy rosszul vannak fölfegyverezve. Mert elsősorban hadászatilag volt az úgy olyan helyzetben, hogy ott
annak a hadseregnek csak megsemmisülni lehetett. Vagy ez a tragédia kellett bekövetkezik. Miért? Hangsúlyozom, és ezt mindenütt, ha kell, elmondom, az pedig az, hogy egy védelemnek, ha én védelemben vagyok, a védelemnek mélysége kell legyen. Ennek a védelemnek egy vonala volt. És ennek a vonalnak sem, az a vonal is nagyon széles volt, tehát éppen csak, hogy meg tudták szállni. A másik pedig, hogy még ennek a vonalnak sem voltak kisebb tartalékai. Ez az első. Kettő. Vagy kérem szépen. Minden védelemnek mélységben tagozottnak kell lennie. Tehát állások vannak kiépítve, vissza tudok menni. Nem a hómezőbe löknek bele, hogy megfagyjak. Tehát mozgó lehetősége van. Azon kívül van egy nagy tartaléka is. Nem ezek a kicsik. Nagy tartaléka is van neki. És mozgó képessége. Azon kívül a mozgó képességét megtartja, mert ha kilökik innen, akkor tud mozogni a másikba. Ugye? De itt ilyen nem volt. Mert a lovakat, és tudjuk, hogy mi nem voltunk gépesítve, a lovakat hátra 100 kilométerre vissza kellett térre vinni, amelyik az egyedüli mozgás tudott a tüzésének és mindennek a vonatnak adni, azok a lovak hátul voltak. Tehát, ha itt ezt az egy vonalat áttörték, akkor mindennek ott kellett maradnia. Én azt a szekeret nem vehettem a hátamra, ugye? Azt a löveget nem húzhattam el, ugye? Egy géppuskát, azt kérem szépen, azt vihetek egy kilométerre, de 100 kilométerre nem vihetem, hogy legalább egy szál lett volna, amelyiken húzni tudtam volna. Tehát itt volt a következő, ugye már? Azon kívül mozogni csak az utak mentén, mert hatalmas hó volt, hóakadályok voltak, ugye már? Tehát a védelemnek semmiféle feltétele nem volt adva. Teljes csend volt, január 14-én hallottunk először ágyúzást. Most tessék vigyázni, akik hallgatják, mert az köztudott, hogy január 12-én történt az első nagy áttörés Uribnál, tőlünk körülbelül 170 km távolságra északra. Tehát ott már javába mentek a harcok. 14-én, amikor hallottuk az ágyúzást, nem azt hallottuk, hanem attól kb. 70 kilométerre már mifelénk Suscsénáról a második nagy betörés volt. Annak a ágyúzását hallottuk mi, mert ez a Suscse tőlünk légvonalban lehetett on körülbelül 50-60. Tehát villanásokat nem lehetett látni, de a tompa mennydörgés lehetett. Hogy milyen? Amikor ez a harc 12-től kezdve folytatódott egészen 17-ig, 12, 13, 14, 10, látjuk, tehát nem rohantak el onnan a Donnál, ugye? És ez volt nekem az első tapasztalatom, ugye? Amiért én kimentem, mert már én akkor láttam, amikor én a hadosztálynál ottan körülnéztem, hogy nem egészen úgy néz ki a dolog, hogy itt megfutnak ezek az emberek, mert vitéz vállalkozásukat is hajtottak végre. Egy ilyen bunkerben voltunk, egy ilyen földbeásott bunkerben, az egyik aledesen, és oda jött a vargyas is. Hát gondoltam magamban, én nem tudtam itt a részleteket, hát nekem nem volt rádió, mert nem volt semmi, nem tudtam, hogy ott oroszok betörtek, nem tudtam róla semmit. Látom a pásás borzasztó, vagy nem, a vargyasi nagyon be van gyulladva, hogy így mondjam, és azt mondta, erre emlékszem pontosan, hogy reteszelő állásokat kell csinálni, hogy az oroszokat meg kell állítani. Erre jött a parancs, Hitlernek egyenes parancsa, hogy senki el nem mozdulhat, és nekünk azt a parancsot adták ki, 23. hadosztálynak, körvédelemre rendezkedjék be, és védjen. Körvédelemre kiment a parancs, éjjel, este, ugye, hát akkor már 16 órakor már ottan sötét volt, természetes dolog. Ha
Hát hogy körvédelemre berendezkedni? Hát mit tud csinálni? Hát kimegy körvédelemre? Hát ott talált, szóval ez egy fantasztikus. Kimentek a parancsok, hogy így van, elzés, hát, hogy ott védelmi állapot megmaradnak, ha megtámadják őket, hát akkor védekezni fognak. Ekkor 16-án érkezett el, hátramentek a eligazítók a hadtestparancsnokságra, jönnek vissza és jelentik, hogy kérem szépen, üres minden, nincs hadsereg, hadtestparancsnokság. Ez volt az első meglepetésünk. Hát akkor itt vagyunk a Don mentén, rendben van. Na mostan mentünk tovább ugyannyibe, az még onnan 20 kilométer. Egész éjszaka mentünk, éjjel egykor értünk be. A falu szélén volt egy ilyen eligazító egység, hol van a hadosztályparancsnokság, kérdeztem. A Kásásféle 23. hadosztályparancsnokság, mondta a katona, hogy csak erre egyenesen menjek, és ott van egy templom, a templom tövében lévő háznál. Benne a házban egyetlen ilyen nagyobb szobából állt, sűrű cigarettafüst volt, térkép volt föl rajzszögelve a falon, néhány tiszt volt ott, törzstisztek, aradás, ezersek bekötött fejjel, karral, és ott magyarázott a lóca mellett, ácsolt asztal mellett a Kásás vezérkari őrnagy, a hadosztály vezérkari főnöke. Hát rettenetesen megörült a Kásás Andor, kezet fogott velem, az volt az első kérdés, hogy mennyi a veszteségnek. És elmondtam neki, azt mondja, hogy jó van, reggelig pihenjetek a szomszéd szobába, megmondják, hogy hol van a zászlóparancsnokságotok, jelentkezzél, és megkapjátok a további feladatot. Hát itt volt az első alkalom, hogy én közvetlenül kapcsolatba kerültem a fölöttes magyar parancsnoksággal. Ez a visszavonulás természetes dolog, hogy egy óriási kaotikus helyzetben folyt, ugye, kaotikus. Mert szétesett egységek, olyan terület, ahol semmi nem volt berendezve, ugye már, és egységek szétesve, parancsokok nélkül. Itt mindent el kellett rendezni, és azon kívül nem volt megszervezve semmi. A Kásás ebbe próbált mindent elkövetni abból a szempontból, hogy nem engedtük az orosz csapatokat, én is benne vagyok, mert én is vele együtt csináltam, vagy vittem a parancsokat. Nem engedtük az oroszokat, hogy nagyobb ütembe jöjjenek. Bennünket is bekerítettek, ötször bekerítettek 2000 kilométer alatt. Ötször. Vonatok nem jöttek vissza, vagy bár amelyek hát végezték volna az utánpótlás, vagy valamit. Az ember csodálkozik most, ugye már utólag, ha elgondolom, hogy honnan szereztünk lőszert, ugye? Hát tényleg, ha az ember elgondolja, hogy ez a törzs mit csinált ezzel a csoporttal, az, hogy egy területen, ahol semmi nincs adva, semmi nincs, és kérlek szépen élelmezni, ellátni, lőszerrel ellátni, sebesülteket elvinni, stb. Ezt meg tudta tenni, az egy nagy dolog. Mint például a mi területünkön. Volt vezetés. Ott voltak a Kásás őrnagyék, ugye, ha nekem bánatom volt, akkor mentem az ászlóparancsnokomhoz, őrnagyokként tessék intézkedni, hogy kapjunk, mit tudom én, ezt vagy amaszt lőszert, vagy lótápot, vagy akármit, a hadosztályparancsnokság intézkedjen. Szóval éreztük, hogy fölöttünk van valakik, akik gondoskodnak rólunk, amennyire lehet. Próbáltak szerezni az oroszoktól élelmet, de kérték, nem raboltak. És ilyen szempontból ők normálisan viselkedtek, és a Kásás erre nagyon ügyelt, hogy ne legyenek brutálisok az oroszokkal szemben. Fontos volt az, hogy csoport együtt maradt-e, vagy nem maradt együtt. Amikor én kijöttem a mi harcálláspontukról, egy néma hadoszlop vonult ottan. Soha nem tudom elfelejteni. Olyan volt, mint egy kísértett járás. Szép lassan baktattak visszafelé, volt, aki jobban bírta, volt, aki bebukott a hóba, és ott maradt, és hősi halotthat, mert az is hősi halott, aki halált szenvedett, nem csak az, akit hazba lőttek le, ugye, mert hadcselekménynek számít az is. Aki szervezett keretében volt, az reménykedhetett valamiben. Aki nem volt szervezett keretben, az nem. A hadosztálytörzsnek a főnöke, megmondom őszintén, inkább a Kásás volt, mint a hadosztályparancsnok. Hadosztályparancsnok már egy 60 év körüli ember volt, Kásás meg még egy 40 éves ember volt. És ő volt a motorja, mint vezérkari főnök ennek a szervezésnek.
egy helyen, mikor megérkeztünk, ugye már azt hiszem Novioszkorban volt, vagy már kérek szépen, mikor mentem, hogy mi a helyiségben mi van, volt kérek szépen egy épület, abban tele volt kérek szépen prics, egy ilyen emeletes pricseken, tele volt sebesültekkel. Szörnyű látvány. Nem tudták az orvosok, mit kezdjenek. Hát várták, hogy majd oroszok jönnek, és hát mi lett volna a szegényekkel. Hát akkor kérek szépen rögtön elrendeltem, hogy azonnal minden jármű, ami ott létezett, kérek szépen, azonnal. És reggelek kiürítették, és visszavitték a sebesülteket. De hát kellett valakinek intézni a dolgokat, ugye? Mert mindenki állt, nem kapott parancsot. Bizonyos, hogy voltak sokan, akik retteltes körülmények közé kerülve baktattak visszafelé, de ezekkel jellemezni az egész hadseregnek a visszavonulását nem lehet. A második magyar hadsereg nem özönlött vissza, a második hadsereg hősi harc után az iszonyatos túlsúly ellenére az ismert fegyverzeti, felszerelési, kiképzési, vezetési, mondhatnám reggeli hiányosságok és hibák ellenére, amelyek nem csökkentik, hanem emelik azoknak a katonáknak a katonai erkölcsi színvonalát, szép lassan baktattak visszafelé. És az első helység, amit elértünk már Belgorodon túl, azt ott pihenőt rendeltünk el, és gondoltuk, hogy ott éjjelezünk. De olyan közel voltunk az arcvonalhoz, hogy nagyon gondolkozni kellett. Mindenki ott aludt, ugye az egész község ott a néma volt, és hát nekem kellett azon gondolkozni, hogy itt maradjunk-e még, hiszen rettenetes fáradtak, vagy tovább menjünk, mert ha előre tör egy páncélos, akkor hiába volt, végre legalább ennyi ember együtt van és itt van, ugye most már hát élhetnek, és akkor kérek szépen veszendőbe megy ez az egész dolog. Úgyhogy kérek szépen, annak ellenére nagyon fáradtak voltak, riadó, és tovább vonultunk. És a másik fenyegető dolog, hogy nem volt akkor nagy hóesés, és az utak még ott a járatok voltak. Nagy hóesés jön, nem tudunk tovább menni. Úgyhogy mindenképpen, kérek szépen, életem neked egy olyan időszaka volt, amikor valóban éreztem azt, hogy mit jelent egy elhatározás. Amikor tényleg olyan kérdésről kell dönteni, hogy nagyon fontos kérdésről, sok embernek az életéről. És akkor kaptuk meg azt a Kásásnak, vittem vissza azt a parancsot, amit később mondott, már Karkovba mondta el, egy nap múlva, hogy megjött az a parancs, hogy a magyar csapatokat kivonják, és nincs tovább magyar második hadsereg harcba téve. És jöttem vissza, Erdélyből származván, ugye akkor állították föl a Négyszékely vármegyéből kialakítandó 10. hadtestet, amelyik azonban egyelőre még a 9.-nek alá volt rendelve, és addig a neve az volt, hogy Székely Határvédelmi Parancsnokság. És én annak a szervezésénél működtem közre, és én annak lettem a vezérkari főnöke, illetve voltam kinevezve a vezérkari főnöke. A végén egy helyen megtelepettünk, és azon a helyen ért minket a háborúnak a vége. Májusban az angol zónába, vagy az amerikai zónába kerültünk. Azon a helyen, ahol mi voltunk, azt fogolytábornak jelentették ki, és hát ott éltünk tovább, ugyebár az amerikaiaknak a felügyelete alatt. Így érkezett el november, amikor az amerikaiak arról a területről hazaindítottak olyanokat, akik haza akartak jönni, hazajöttem én is, rögtön letartóztattak, ugyebár aztán kiengedtek, aztán újra letartóztattak, katonapolitikai osztály, a Szovjetunió letartóztatott, kivizsgált, igazolta a harctéri működésemet, de nem a katonai politikai osztály, azt kérek szépen, az megállapította, hogy én ugye háborús bűnös, átadott a bíróságnak, és kérek szépen ezen alapon, hogy a Donnál meg mindenütt, mi mindent csináltam, elítéltek 5 év börtön, mert az 5 év börtön azonnal jogerőre emelkedett, és az ellen fellebbezés nem volt.
ez a Mária Nosztrai börtön. Kétszer voltam itt, és szabadultam innen, és valószínűleg azért, mert ez volt a legszigorúbb. A cellát általában változtatták, a cella lakóit keverték. Tudtuk azt is, hogy néha besugókat is tettek közénk, hogy pontosan tájékozottak legyenek a hangulatról, és az, hogy mi történik ottan bent. Általában azonban egyet ki kell emelni, hogy szigorításképpen lehetőleg mindig az északi oldalra tettek, ahol kevés volt, vagy egyáltalában nem volt napfény és nem volt fény. Az ablakok le voltak árnyékolva, hogy ki ne lehessen látni, ott az ember nagyon nehezen tudott olvasni, de hát ha odament, akkor mégis ugye, hát valami szellemi táplálékot kapott. De amikor be voltunk zárva, és semmiféle munkát nem lehetett kapni, semmiféle foglalkozás nem volt, akkor egy zárkában voltunk ketten, hárman vagy négyen. Természetes dolog, hogy mindent meg kellett tenni arra, hogy az ember szellemileg el ne renyhüljön, ugye, bele ne fásuljon a gondolataiból, ugye, a szomorú helyzetéről elterelődjék a gondolata, a családjáról, stb. Amikor nem kaptunk könyveket, és ez a néma időszak következett be, akkor a magam nyelvtudását, azt, amire még emlékeztem, összeszedve próbáltunk egy nyelvtanulási rendszert bevezetni, ami eszembe jutott, kidolgoztam egy rendszert, és ennek alapján tanulgattunk ottan angolul. Akkor, amikor nem tudták, hogy milyen büntetést fogok kapni, akkor kérem szépen az volt a divat, hogy akkor eljött a hóhér úr, és akkor fölmérte az embert, hogy körülbelül milyen magasra kell kérem szépen oda tenni azt a, hogy is jákot, azt az oszlopot, amire föl fogják húzni az illetőt. És ezt tudta az illető, hogy ez a vizsga, amikor találkozik vele, ez az a fölmérés, hogy vajon, hogyha egy olyan ítéletet mondanak ki, akkor kérem szépen, erre fölmértek engem arra, hogy kérem szépen majd hová fogok fölkerülni. És ez ne attól féljetek, akik a testet megölik. Ha valaki ezt realitásképpen magáévá teszik, akkor nem ijed meg a testmegöléstől. Nem ártottam senkinek. Hát ez egy nagy dolog. Hát én kim voltam utána, és itt voltam a börtönben hosszú ideig. Hát nem jöttek emberek, hogy ez ezt csinálta, meg azt csinálta. Nekem ilyenkor nem kellett tartanom. Én nem tudok panaszkodni, mert én egész más lelkülettel éltem végig ezt az egész dolgot. Engem olyan dolgok nem terheltek, amit egy egészséges ember terhelt. Én kiegyensúlyozottan mentem végig ezen. Én bennem sem kétségek, sem kétségbeesések, sem nem tudom, hogy semmi nem volt. Nem éreztem semmi olyan dolgot, ami tényleg bűn lett volna, vagy az embereket kínosztam volna, vagy a harcszínen olyan dolgokat csináltam volna. Háborús bűnösek voltam kikiáltva. Mária Nostráról 5 év börtönbüntetés letöltése után el kellett helyezkednem, munkát kellett keresni. Az volt az elhatározásom, olyan munkát nem vállalok, ahol emberekért kell felelni, tehát alárendeltjeim vannak, hanem csak én olyan munkát vállalok, ahol én csak önmagamért felelek. Így kerültem ajánlatra Piris-Szent Ivánra, ahol 2 bánya is volt, hogy oda vétessem föl magam. Felvétettem, de semmiféle segítséget nem vettem igénybe, hanem önként jelentkezéssel bányász lettem, és már a jelentkezésem után
azonnal leszálltam az első műszakra, a délutános műszakra. Pilis Szent Ivánon vagyunk, Zsíroshegy tör aljában. A Zsíroshegy aljában elindult egy tárna, és ez négy része, négy tárórész volt ottan. A leghosszabb rész, ami volt az esmező, ez 5 kilométer távolságban volt a szájától, a táró szájától. És ott aztán szana szél, húzottak a vágatok. Kásás úr a déli mezőben dolgozott, még jól tudom, egy Brandhover nevezetű vájával, azzal elég hosszú ideig dolgozott. Két súlyos balesetem volt. Az első baleset volt már nem ezen a bányában, hanem az Aknás bányában, hogy a lábam tört. Abból fölépülve, a következő balesetem pedig itt volt, ahol egy csirét nekitoltak a kezemnek, karomnak, és teljesen szétzúzódott a bal kezemnek a csuklója, mint mostanáig látható ennek a hatása. Ebben a bányában, az altáros bányában két vízbetörés történt, ami természetes emberáldozatokkal is járt. Annak az elmondása, hogy miből áll egy ilyen vízbetörés, azt nem nehéz elmondani, és időt venne igénybe, de csak annyit mondjunk, ugye már hány napig folyt itten számúra víz? Hát nagyjából azt lehet mondani, hogy 6 napig. Kérem szépen, tehát 6 napig. Egy megnyílt, egy föld alatti olyan üreg, amelyik tele volt vízzel. Igen. Arra rájukasztottak, és akkor vízbetörés, és az a vágatokon lerohant a víz, mégpedig olyan tömegben, hogy tessék elképzelni, ezen a altáros bejáraton, körülbelül 3 napig, 1 méteres igen, mélységben jött ki a víz. 3 napig. És utána még mindig, mert tetszett mondani, hogy még hosszabb ide, még teljesen járható lett az egész dolog. Én éppen délelőtt is voltam, akkor váltottak engem le annál az ereszkénél, ahol lerohant ez a víz, ugye ott teljesítettem, ugye már akkor végeztem munkát, és a délutánosok voltak már ott azon a helyen. Hogyha az ember ott lett volna, akkor természetes dolog, hogy kétségtelen, ott is maradt volna. Újra szállást kellett keresnem, hallottam a Bányász utca 1-en alatt van, hát eljöttem ide, hogy megnézzem ezt a helyet, és itt legyen most már további albérleti szállásom, és itt lakjam náluk. Ezzel a családdal föl kell venni a kapcsolatot. Köszönöm, köszönöm, Bátyám. Köszönöm, örülök, hogy látom. Foglal helyet, Andor bátyám. Köszönöm szépen. Ideileg. Én tudtam azt, hogy rengeteg jogsérelem történt akkoriban. És Andor bátyám megjelent itt mi nálunk. Én korábban nem ismertem őt, nem is hallottam túl sokat róla. De látható, annyira megnyert az egyénisége, hogy nem is gondoltam arra, hogy ennek az emberek nem jutunk ajta, hogy nem fogadjuk be. Hallom, hogy azt gondolták, hogy valami lelkész érkezett ide. A magatartás miatt, mert komoly voltam és hallgattak. Ennek következtében aztán ugye már rögtön délután már műszakban is mentünk, és nekem senkivel nem volt semmilyen kapcsolatom. Itt a lakosság, ugye lévén németek, tudjuk, hogy nem voltak nagy hívei annak a rendszernek, mert a legtöbben szintén megkurzolt emberek voltak, természetes dolog. Ugye engem tudták, hogy ki vagyok, mert megtudták a rendfokozatomat is, hogy voltam valaki, és kérek szépen ennek megfelelően kérek szépen befogadtak. Én mindig délelőtös műszakos voltam, tehát én 15 órára szabad ember voltam már. Ugye 14-kor mindig pontosan befejeződött a műszak, utána lefürdött az ember, és készen van. Hozzáálltam, és áttanulmányoztam kérek szépen. Hát azért ismertem ugyebár a zöldségtermesztések a módját, de áttanulmányoztam egy néhány könyvet, és lett ebből egy kert. Egészen szép kert lett belőle, minden olyan növényt, ami egyáltalán termeszthető, egy ilyen még fekete gyökeret is termesztettünk, és azon kívül például ugye létezik egy olyan termesztési módszer, hogy az ember egy köbmétert kivás,
négyszögetesen, és akkor ilyen kúposan berakja burgonyával, az betemeti a rétegeket, és amikor azt kibontják utána, ott kérdezik, mert óriási tömegű burgonya van, mert a burgonyák úgy vannak elhelyezve kúposan, hogy mindig ki tudnak nőni, és azt az ember azt az egész területet ugye jó talajjal készíti elő, öntözgetheti is ennek, mert mindent megkap az a terület. És amikor azt kibontják őszkor, akkor tulajdonképpen az egy köbméter, az tele van krumplival. Ötváltos események. Azt tudtuk, hogy nem tudom, Budapesten harcok kezdődtek, meg aztán mentek itt, ilyen szabad csapatok mentek keresztül a területen, meg nem tudom is oda, de itt még akkor nem volt semmi. Így érkezett el november 4-e, amikor itt Pili Szent Iván is lehetett a nagy ágyudást hallani, amikor itt már megrohanták a elvtársak, ugye már Budapestet újra, és hát megkezdődtek ott a harcok. A lejáratnál, mondom, ottan állt a bányának a személyi előadója, egy Szalai nevezetű, egy csoporttal is ottan beszélgettek. És amit meglátott engem, akkor intett, hogy menjek oda. Hát oda mentem, mert ott vezetett ki a kiárat, és akkor kezdték ott mondani, hogy most van itt az ideje, hogy most folynak a harcok, és mindenkinek most itten ugye szerepet kell vállalnia, és ottan próbáltak engem rábeszélni arra, hogy én menjek, és itt valami vezető pozíciót, mert én katona vagyok, nyilvánvaló, ugye már itt egy katonai szervezkedés történik, és hát, hogy itten valami szerepet vállaljak. De nem, így meg amúgy, és tovább beszéltek, és mondom, az az érzésem támadt, hogy ők azt gondolják, hogy én megijedtem, hogy én gyáva vagyok. Ugye? Hát azt még ugye már azt rám sütni, hogy gyávaság, mert lehetséges, hogy néha szorong az ember, de nálam ez úgy látszik, nem fejlődött ki ennyire. Na most, de így meg amúgy, hát akkor azt mondtam, rendben van. Akkor bementem, felöltöztem, még kérdezték a szobatársak, hová megyek, mert nagyon jól tudták, hogy nem vállalunk semmiféle szerepet. Mondom, megyek. Tehát látott a község engem motorkerékpározni oda be, és még vissza, és látott egy fegyveressel gyalog kimenni a községnek a végéhez. Hát ez volt, amit a község tudhatott rólam, ugyebár, amit látott. Tudták pontosan, hogy én ugye semmit nem csináltam végeredményképpen, hogy hát semmiféle különleges szerepem nekem nem volt, és letartóztattak. Bevittek a rendőrségre. Először még nem is tudták, hogy mi ottan álltam, és meg azt kérdezték tőlem, hogy hát tulajdonképpen mit keresek ott. És mondtam, hogy hát ilyen behoztak. Akkor fordulj a fal felé, rögtön már ugye más hangot kezdtek használni, és hát be akartak szervezni. Hát én rájuk néztem, nagy lélegzetet vettem, és hát majdnem nem is tudtam választ adni. Ugye? Mert már az megalázó volt, hogy elgondolták, hogy én ilyen egyáltalán rávehető lehetnék, ugye? De hát láthatták, hogy igen, sokáig kellett engem azon a széken tartani, hogy gondolják, hogy már érett vagyok arra, ugyebár, hogy engem esetleg ugyebár fölajánlják nekem ezt a helyzetet. Most, amikor a bíró elé kerültem, megdöbbenve hallottam, hogy olyan dolgok vannak a jegyzőkönyvben, amit én soha nem állítottam. Tehát az azt történt, hogy amikor diktálta a jegyzőkönyvet, a gépíró átfogalmazta, mert ez egy technika volt náluk, ugye már átfogalmazta. Na most folyt a tárgyalás, ennek alapján ugye már utolsó szó jogán, hát az ügyész, ugye, az ügyész, azt kérem szépen, elmondta maga a dolgát, hogy fasiszta, meg mindenféle, hogy, és azon kívül a bíróval való beszélgetés, nem kihallgatás, beszélgetés, egy kérdetős között a Ludovikás életről. És én elmondtam, hogy volt felvallatás, stb. A hazáért mind halálig esküdtettünk, stb. Ez most azt mondja, hogy kérem, még most is a halálért mind halálig ilyenre hivatkozik, stb. Halál. Halálbüntetés.
újra visszavittek a börtönbe, és hát vártuk a fellebbvitelit, mert ugye fellebbeztünk, természetes dolog. Hát ott az ügyész azt mondta, hogy kérem szépen megnyugszik a 15 évben. Na most erre mondom, megindult a ülnököknek a válaszkodása, és jöttek a tanúk. Hát én csak ámulva néztem, jöttek bányászok, kérek szépen. Azt mondták, igen, ott volt, kézigránátot dobott, meg kipróbált ezt, meg azt, meg ezt rendeket. Hát csak néztem, egy Sejem nevű. Tudjuk ezeket a neveket mind. Na most, kérem szépen, hát én csak ámultam, hogy ez lehet. Hát ők persze megszervezték azt, hogy itt nincs ebből a csapdából, nem lehet kikerülni. Ugye, tehát jöttek a hamis tanúk, egymás után olyan dolgokat mondtak el, mondom, hogy hát ugye tanú, hát ugye, hát a bíróság az elfogadja a tanút, hát ezek alapján halálos ítélet, ugye, hát nyilván, hát ugye úgy, hogy ezt megérezvén az ügyvéd, azt mondta, hogy vissza kell vonni a fellebezésünket, mert akkor megmarad a 15 év, és akkor el van intézve egész dolog. Hát kérek, mert így történt, hogy nehéz szívvel is, mert én azt mondtam, hogy a végsőkig megyek el, De hát. 6 év börtön után beérkeztem a Pilisvörösvári állomásra. Az a rendelkezés volt, hogy mindenki arra a munkahelyre megy vissza, amely munkahelyet elhagyott a büntetése előtt. Ez pedig Pilis-Szent Iván volt. A Pilis-Szent Iváni állomásról fölmentem a két helyiséget egymástól elválasztó dombra, ott leültem, és hát elgondoltam, hogy hogyan tovább. Semmim nem volt, volt még egy bőrkabátom, az még a múltból volt, az még a katonai szolgálatomból. Azt széttéptem, ott hagytam. És utána még elgondolkoztam, hogy hogyan is következik a következő nap. Mert különös volt mindig az egész további életemben, hogy igen gyakran voltam olyan helyzetben, hogy az ember várta, hogy a következő nap hogyan tudja folytatni azt a napot, ami előtte megalapozódott. Minden munkahelyen elvégeztem a dolgomat, van ennek a humoros része is, hogy amikor a bányánál dolgoztam, ahol súlyos két sérülésem van, kezem el van roncsolva, lábam is ugyebár eltörött, de van egy humoros része, az pedig az, és azt megtartjuk az utókor részére, hogy kérem szépen, amikor már az első évben a bányához mentem, ugye azt hiszem az valamikor, nem tudom, júniusban volt, vagy valamikor, és a bányász napkor kérem szépen jutalmaztak, de egy szegény országunk sírni lehetne. Mert mindig az én hazám volt. Mindig az én hazám volt. És akkor a jó munkámért jutalmazásképpen kaptam egy vastagabb alsónadrágot. Emellett a tó mellett töltöttem én el 6 év bányász évet. A szabadidőt általában, hogyha megvolt a mód, és különösen a jobb időknél kiültem, és itt olvasgattam.
én azokkal a kérdésekkel, amik mögöttem voltak, nem foglalkoztam. Vasárnap egyszer csak látom, hogy valaki megjelenik, itt az ajtó nyitva volt, és hát gyönyörű virágításban volt az egész táj, ugye, az egész ajtónyílás, és akkor megjelenik egy női alak. Nem tudtam. Kinézek, hát akkor jött a mint drága szívem, Ilonám. Bejött oda hozzám, és elmondta, hogy megtudta valahol, hogy én itt vagyok. És hát eljött, hogy megnézzen engem. Hát persze nem tudsz az életemről semmit, hogy hogy vagyok, meg mint vagyok, meg hogy mikor jöttem ki. Mert ő felderítette, de mindent hallgattak róla, mert általában ugye sehol nem adtak hivatalos felvilágosítást. Ha ő magán szemétől nem tudta meg, hogy nem tudom én valamilyen börtönből, vagy kijöttem, vagy bár hol vagyok, azt ő, ugye bár akkor ő erről nem szerezhetett tudomást. Szinte fölényesen beszéltem vele, mert ugye belőle még érződött az életnek a lüktetése. Bennem már, ugye, én már ezen túl voltam az, hogy én az életbe keressek valamit egyáltalában. Elmondta azt, hogy végeredményképpen, hát, ugye, sok lehetősége volt neki az életben, de hát tulajdonképpen elhatározta, hogy ha engem nem talál meg, akkor nem megy félrez egyáltalában. Ennek a következménye az volt, hogy ide Budapestre jöttem át 65 decemberében, és a Mátyás templom plébánosa, Tóth János, apát plébános esketett mi össze, itt kötöttük a házasságunkat. 65-ben Budapestre kerültem föl, itt voltam különböző segédmunkás, ugyebár fűtőszerelő segédmunkás, építő segédmunkás, és utána valaki mert engem vállalni, egy Ladányi nevű, nagyszerű ember, egy mérnök, mert ugye sehol nem lehetett, nem. Azt mondták, hogy én olyan veszélyes vagyok, hogy ahol én vagyok ottan, kérem szépen, már megítélik azt is, aki nekem munkát ad. Tehát útépítő voltam, aszfaltoztunk, a 15. kerületet fölaszfaltoztuk, nem tudom hány kilométer járdát építettem ott, kérem szépen, vagy 3 éven keresztül, és utána 72-ben, amikor már végre lejárt az én időm, mert a 15 évet megszereztem magamnak a nyugdíjamhoz, mert addig nem volt semmi, mert mindjárt a másikat azt elvesztették, mert én rendfokozatvesztés, mindent vesztettem. Tisztelettel köszöntöm Kásás Andor urat, aki a Ludovika Akadémia és a Hadi Akadémia elvégzése után jogelődünk a József Műegyetem közgazdasági osztályán doktori tanulmányokat folytatott. Felkérem Kásás Andor urat, szíveskedjék erről szóló oklevelét átvenni. Gratulálunk, további erőt, egészséget is kérdezni. A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök javaslatára katonai életünkje elismeréseként vezérőrnaggyá nevezi ki Kásás Andor ezredest. Köszönöm a hazának és a elnök. Isten éltessen, három nap alatt kétszer kipült. Ez nem rossz arány. Nagyon szépen. 50 évet kihagyott. Nézd, jobb lett volna, hogyha nem 3 napban. Így igaz, de hát igyekszünk. Még egyszer megköszönöm. Isten éltessen. Bandikám! Nagyon szépen. Hát gratulálok neked. Nagyon szépen köszönöm, jó Isten álljon meg. Nincs te neked mit köszönni.
Az Attila úton laktunk, és lakom most is, és a Krisztia templom volt a legközelebbi, ide jártunk minden vasárnap misére, és akkor, amikor Isten tiszteletek voltak. Az én drága szívemmel, a feleségemmel, Ilonával. Boldog házasok voltunk. A házasságunk 1965-ben kezdődött, és egészen 1983. december 27-ig tartott. Én boldognak mondhatom magam, mert az élet két fontos dolgot, sőt legfontosabb dolgot adott meg. Kezdettől fogva hivatásomat teljesíthettem, és házasságom is olyan keresztény házasság volt, amilyenek csak az égben köttetnek.